Akkor folytatjuk az előadásunkat Samu Imrével és Koleszár Andrással, akik a Dobenfit-makról fognak beszélni. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Tegye fel az egyik kezét, aki ismeri az OpenStreetMap-ről, már hallott. Jó? Oké, ez nagyon jó jel. Amit a képernyőn van, és sokan kérdeztétek, hogy mi ez. Néha van műholdas térkép, néha nincs, mert a hálózat az néha így elromlik. Ez az éppen aktív szerkesztéseket látjuk most. Tehát most 12 perccel ezelőtt Spanyolországba utat szerkesztett, vagy módosított, tehát ilyen dolgokat látunk itt éppen rajta. Ez éppen a crowdsourcingnak a dolgát mutatja meg így vizuálisan. Úgyhogy most nézzük itt az előadást. Jó. A cím az OpenStreetMap lenne, és itt három fontos dolgot szeretnék elmondani: a geoadatokat, amilyen térinformatikai adatok, a közösségről és a nyílt szoftverekről lenne szó. Mi is az OpenStreetMap? Hát ezt legegyszerűbben úgy lehet mondani, aki nem tudná, hogy egy ilyen térképes Wikipédia, amiben lényegében az adatok a fontosak mögött, és adatokból lényegében bármit lehet létrehozni, és erre fogunk majd itt példát mutatni. Én úgy nevezem ilyen szent háromság, a közösség, az adatbázis és a szoftveres ökoszisztéma, az open szoftveres ökoszisztéma. Itt a bárki szerkesztheti hasonlóan, mint a Wikipédiát, különböző érdeklődési körű embereket sikerült így összegyűjtenünk. Vannak biológusok, akik például fákat visznek fel, vagy erdőterületeket, és latin névvel rögzítik. Vannak kerekesszékesek, akik azt rögzítik be a térképbe, hogy az adott hely kerekesszékkel járható, vagy nem járható. Templomokat viszünk föl, miserendet, nyitvatartásboltokat, tehát itt a helyi kereskedelem, és vannak kocsmák is természetesen. Az adatbázist a másik fontos dolog, itt az egész föld adatbázis egy hatalmas nagy adatbázisban van, ami így letöltve ilyen 500 gigabyte nagyságú, tehát hogy valaki így fel akarja dolgozni az egész adatbázist. És van egy szoftveres ökoszisztéma, a szoftverek nagy része open source-os, tehát adatbázistól kezdve térképrenderelő, leaflet, open layers, tehát ilyen megjelenítő szoftverek. Mik az alapelemek? Tehát vannak ilyen térinformatikai részek, hogy egy poligon, és azokat key value tagekkel fölcímkézzük. Nagyon egyszerű a modell, tehát van egy név, mondjuk, hogy az épületnek van, milyen magas az épület, vagy kerekesszékkel hozzáférhető, és ezek ilyen nemzetközi megegyezéssel le vannak dokumentálva, és az alapján történik a térkép szerkesztése. A térinformatikai adatok nagyon egyszerűek, van pont, két pontot összekötünk, akkor vonal lesz, a vonal önmagába kapcsolódik, akkor meg terület, és akkor például egy erdőt, parkolót, vagy egy tót, egy területtel viszünk föl. Van egy Wikink, ahol ez a megegyezés, közmegegyezés van ledokumentálva, például a shop, az a bolt, az milyen típusú boltok lehetnek, például legalsó sor a supermarket, shop egyenlő supermarket, akkor ott azzal jelöljük meg. Ami azt is jelenti, hogy ha valakit érdekel, akkor így tudja lekérdezni az adatokat. Tehát, hogy ezeket a belső logikát érteni kell, hogy valaki az adatokat fel tudja kérdezni. És mi nem az OpenStreetMap? Tehát nem csupán egy térkép, hanem egy adatbázis, nincs tulajdonosa, hanem a közösségi, ami azt jelenti, hogy nem tudja felvásárolni senki se. Nincs rögzített méretaránya, tehát tudunk belőle több különböző adatbázisból rendelni dolgokat, nem statikus, folyamatosan változik. Tehát valaki megkérdezi, hogy mikor lesz ez kész, akkor azt mondom, hogy nem tudom. Majd akkor lesz kész, amikor nem nyílnak újabb boltok, nem változnak meg az utcanevek,
nem épülnek új házak, akkor kész lesz, mert akkor ilyen statikusan be lesz fagyasztva az egész dolog, de addig ez mindig változik ez a térkép. És nincs központosított irányító szervezete, ami azt jelenti, hogy a közösség Magyarországon, a magyar Open Street Map közösség alakítja ki a szabályokat, a nemzetközi szabályokkal egy harmóniában. Ami azt jelenti, hogy nem tudja a Google felvásárolni, megszüntesse a konkurensét. Kik használják még az OpenStreetMap-et? Itt a legfontosabb, ami az én kedvencem, az a humanitárius OpenStreetMap. Ez a krízis térképészet, van egy Haitin volt egy nagy földrengés, és műholdas térképek alatt 48 óra alatt több ezer önkéntes párhuzamosan újra rajzolt a térképet, ami alapján helyi önkéntesek kimentek, és pontosították, hogy az tényleg jól látszott a műholdas térképekről, és nincs jelenleg olyan technológia, ami ezt felül tudná mérni egyik cégnek se. Magyarországi felhasználók, itt pár dolog, itt a két legfontosabb felhasználó az a két ingatlanos portál, az Otthon Térkép és az ingatlan.com, aki szintén OpenStreetMap-et használnak. Valószínűleg egyik oka a gazdasági dolog, hogy a Google térkép az egy bizonyos lekérdezésig ingyenes, a felett meg fizetni kell érte. Tehát a licenc feltételek azok nem teljesen szabadok. Mennyire megbízható ez a térkép? Itt a következő kérdés, ez inkább ilyen saját szubjektív dolog. Hollandiába beimportálták az összes utcát házszámostól mindenestől, az olyan minőségű, mint a kereskedelmi térképek. Németországban nagyon aktív a közösség, ott is sokkal pontosabb térképet kaptok, mint mondjuk a kereskedelmi térképeknél. Magyarországon a nagy része úgy megvan, tehát háttérként lehet használni. Amin dolgozunk, hogy az utcaneveknél kb. Még 30% hiányzik, ahol nincs aktivista, ott még nincsenek fönt az adatok. Sajnos Magyarországon nem kaptunk ilyen állami alapadatokat, amit be tudnánk importálni és tudnánk használni. És a házszámoknál is kb. 5%-a van meg. Tehát, hogy mennyi minden feladat van még ezzel kapcsolatban. Mit találhatunk meg az OpenStreetMap-be? Lényegében bármilyen dolgot térképes föl lehet rögzíteni, amihez itt a fizikai térben megtalálható. És akkor az egyik kedvencem ez a humanitárius OpenStreetMap, ez egy ilyen digitális önkéntesek. Ez ami azt jelenti, hogy van ilyen krízis helyzet, akkor akik általában térképeznek, azok besegítenek más országokba, a krízis problémájának a megoldásába. A friss műholdas térképek alapján megrajzolják az új utakat, ami alapján helyi önkéntesek ki tudnak menni. Például, amikor volt az Ebola krízis Afrikában, azt kell tudni, hogy amikor a portugálok vagy a franciák kijöttek Afrikából, akkori térképi állapotok vannak. Nincsenek új, friss térképek. A krízis szervezetek hiába mennek oda az orvosok, nincs friss térkép. És ahhoz, hogy lehessen ezeket a projekteket koordinálni, térképre van szükség. És ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen cellákat be lehet lokkolni, és akkor a önkéntesek akár Magyarországról is tudnak besegíteni az Ebola megállításába. A másik ilyen humanitárius dolog ez az akadálymentesítés, ahol a magyar kerekesszékes egyesülettel együtt dolgozunk, hogy egyre több akadálymentesítési információ kerüljön fel az OpenStreetMap-be. Itt a WillMaps alkalmazás az OpenStreetMap adatokat használ, és csak annyi, hogy ki kell egészíteni egy teggel, hogy kerekesszékkel járható vagy nem járható. Mobilra van több különböző alkalmazás. Azt kell tudni, hogy jelenleg ez az egyetlen olyan adatbázis, ami mobiltelefonos fejlesztés, offline fejlesztésre használható. Általában, hogyha találtok ilyen térképes alkalmazást, akkor a nagy valószínűsége OpenStreetMap alapú térkép lesz benne. Pár ilyen térképstílus, csak itt legyen ilyen vizualitás benne. Ez az alap OpenStreetMap térképstílus, amit mindenki ismer.
valaki azt mondja, hogy azért csinálják ilyen rondára, hogy akkor nehogy minél több kezdemény, tehát hogy kreatív ember legyen, aki egyre jobbat csinálnia. Tehát ez egy ilyen általános, minden univerzális térképstílus lenne. De vannak természetesen kerékpáros stílus, amit el lehet érni a OpenStreetMap.org-ról. Itt rengeteg aktív kerékpáros van, akivel így kapcsolatban vagyunk, és az OpenStreetMap-re viszik fel a kerékpáros térképet. Tömegközlekedési térkép. A MapQuest Open-t az amiatt érdemes megjelzni, hogyha valakinek kell valami alkalmazás és ingyenes csempe szolgáltatás kell hozzá, akkor valószínűleg ezt fogja használni. A kerekesszékes térképről beszéltem, itt ami a pirossal van, az a kerekesszékkel nem akadálymentesített, a sárga az, a narancssárga az, hogy részben, a zöld, hogy akadálymentesített, a szürke az meg, hogy még nem ismert. Tehát, hogyha be tudtok segíteni, akkor azt megköszönjük. Vannak ilyen művészi dolgok, tehát hogyha van adatunk, akkor abból bármit elő lehet állítani, tehát akár ilyen vízfestékes stílust is. Ezt úgy képzeljétek, ebbe lehet nagyítani, meg lehet nézni bármit. Ez, aki nem jött rá, ez Budapest. Ez egy másik stílus. Nagy viták vannak a közösségben, hogy ez Kandinsky vagy Matisse stílus. Nem tudom, hogy tartanék egy szavazást, ki merre szavazna. De az a lényeg, hogy adatból bármit meg tudunk csinálni. És ez is teljesen programozva van, Carto CSS nyelvvel van definiálva, és akkor rá lehet nagyítani. Alul a link megtalálható, akit érdekel bővebben. Vagy ilyen háttér, tonner térkép. Ez meg egy ilyen két és fél dimenziós, meg tudjuk adni az OpenStreetMap-ben a magasságadatokat is, és akkor ilyen virtuális 3D térképet lehet készíteni. Ez például azt hiszem a nyugati pályaudvarnak a környéke, jól emlékszem. És sokan használják például játékokban, OpenStreetMap-ből exportálnak térinformatikai adatot. Például valaki akar készíteni egy budapesti autóversenyt, akkor OpenStreetMap-ből kiexportál, és akkor Rákóczi úton autós virtuális szimulátort meg lehet oldani. Ez ilyen tengerészeti térkép, tehát ilyen amatőr bójákat visznek föl, kikötőket, világító tornyokat szintén OpenStreetMap-be. Inkább csak ezzel azt akarom szemléltetni, hogy egy adatbázisból, amilyen térinformatikai aggregátor, nyílt adatok térinformatikai aggregátora, mennyi mindent lehet, több felhasználás lehet kihozni. Ez a Heidelbergi Egyetemnek a térképstílusa, ott az egyetemen rengeteg ilyen használják aktívan az OpenStreetMap-et, és ez például a ilyen adminisztrációs határok, például hogyha valaki adatvizualizációt akar készíteni. Kétnyelvű, többnyelvű, tehát szintén valakinek fontos téma az, hogy legyen többnyelvű térkép. Az OpenStreetMap-ben címkéknél meg lehet adni, hogy többnyelvű. Ez például Magyarországnál, ott a Székesfehérvárnál, akkor az orosz és a német név, és akkor ahol föl van véve, ott megjelenik ez a dolog. De nem csak, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az adatok jobb oldalt XML-t láttok, aki nem ismerné fel, és ott vannak ilyen címkék, ebből veszi ki az adatokat, az alkalmazás. Jaj. Jó. És akkor itt bal oldalt, itt a name DE, az a német név, a RU az az orosz, és van KSH kóddal, tehát hogy lehet linkelni az adatokat, vagy postai irányítószám, vagy lakosságszám, amit így beimportáltunk. Ezt csak azért mondom el nektek, mert hogyha tudtok olyan nyílt adatokról, amivel lehetne összehasonlítani, komparálni, adattisztítani, vagy beimportálni, és a licenszfeltételek megengedik, akkor szóljatok nekünk, mert akkor az nagy segítség lenne nekünk a térkép fejlesztésében. Szintén kétnyelvű térkép, ez Szlovákia, tehát hogy itt a magyar, a történelmi magyar nevek, ez pedig Kolozsvárnál, hogy kétnyelvű utcanevek, tehát ott hogy lehet térképpel ilyesmit is csinálni. A fontos alkalmazás még Magyarországon turista térkép, szintén, mivel hogy a kereskedelmi térképek így digitálisan kevésbé támogatják, erről majd András fog majd beszélni. Ez egy másik fajta turista térkép kinézet,
és van egyéb rengeteg felhasználás, tehát navigációs útvonaltervezésre, vannak ilyen open source-os OS csomagok, mobiltelefonos térképekre, OSM-en, Maps.me, mobil könyvtárak, geokódolás, adatbázisba töltés a fejlesztőknek. Ez pedig egy szintén ilyen kedvenc témám, ez egy ilyen 3D-s nyomtatott térkép vakoknak, tapintható térkép. Tehát ez a nyílt adatoknak a, hogy van egy nyílt adat, és te a szabadságodban van, hogy bármit kezdhetsz vele. És hiába valami ingyenes, azzal nem tudsz, nincs teljes szabadságod. Kik készítik? Itt a közösségről lesz szó. Itt a magyar közösség az folyamatosan így fejlődik. Itt akit érdekez, lefotózza, akkor meg fog tudni találni bennünket. Itt azt jelenti, hogy körülbelül itt kigyűjtöttem a tegnapi állapotot, hogy mekkora itt a közösségünk. Tehát itt van egy meetup csoportunk, várunk mindenkit szeretettel, havi egyszeri meetup alkalommal, itt a meetup.com-on megtalálhatók vagyunk, van egy Facebookos csoportunk, és van egy Google-os levelező listánk. Itt általában a fejlesztő információk inkább a Google-os levelező listán mennek, a könnyebb témák, az pedig a Facebookon pörög, tehát a hírek. És átlagban napi 40-50 aktív szerkesztő szerkeszti Magyarországon, tehát az azt jelenti, hogy egyedi szerkesztő, tehát a közösségi, tehát minden nap annyi egyedi szerkesztő, tehát a nagyobb a közösség, de hogy minden nap annyian szerkesztik. Ez például egy országstatisztika. Tegnapi adat Magyarország 24-en helyezett van. Természetesen kik a legaktívak? Németek, Amerika, Oroszország, Franciaország. Mi annyira nem szerepelünk olyan rosszul, de van hova fejlődnünk. Magyarországon itt a legnagyobb probléma az, hogy nincsenek állami nyílt adatok, amit be tudnánk importálni, ami egyrészt jó is, meg nem is jó. A jó olyan szempontból, hogy Amerikában úgy nevezik, hogy Tiger Effect, hogy minden nyílt adatot beimportáltak, és nem tudott kifejlődni a közösség. És az állami adatok, hiába állami adatok, nem olyan jó megbízhatók, van benne egy csomó hiba, és egy közösség által javított, aktív közösség által karbantartott adat, az sokkal jobb, mint egy állami alapadat. Magyarországon a közösségnek kell mindent megoldania. Itt ilyen hullámzási aktivitás, hogy hogy néz ki a fölött itt a szerkesztési dolgok. Közösségi események fontosak, ilyen mapping partikat szoktunk szervezni, tavaly nyáron volt Lábatlanba, ahol fölvittünk 1163 házszámot. Itt ez így lehet kérdezni ilyen felületen keresztül, meg utakat, csomó mindent fölvittünk. Vannak olyan érdekes anomáliák, hogy egy utcában három ugyanolyan házszámú ház van, és kérdezem, hogy hát ez hogy van? Hát ez így van, mert ez így, és postás tudja, és én meg... meg hogy cserélgetik a levelet a izék, a tulajdonosok, de hát hogy... És akkor, hogy milyen teszi a polgármester? Hát, hogy minden polgármester megígéri, de azóta remélem már rendbe rakták itt a dolgokat, de hogy vannak így anomáliák így házszámügyileg. Vannak ilyen ellenőrző programok, például ez egy házszám ellenőrző program, egy OSM inspektor, szintén lábatlani dolog, hogy jól van bekötve, tehát nagyon fontos, ilyen, van rengeteg ilyen ellenőrző programunk. Egy másik közösségi rendezvény, ez a kerekesszékesekkel, ahol Budapesten volt, ennek volt egy nagy sajtóvisszhangja. Tehát a kerekesszékeseknek nagyon, tehát nincsen elérhető adatbázisok, és ők is szeretnének mozogni. Tehát egy ilyen humanitárius célú probléma, hogy nem tudják, hogy milyen, tehát hogy akinek nincs ilyen problémája, az nem tudja, hogy beleérezni magát. Ez van ilyen szó, hogy érzékenyítés, hogy nem tudjuk elképzelni a másik ember helyzetét, hogy valahol el akar menni, és nem tudja, hogy be tud-e jutni, van-e ott kerekesszéges WC. Tehát ilyen vannak problémák, és ahogy az ember így belezuhan ilyen másik közösségnek a problémájába, tehát ez ilyen perfect match, van nekünk technológiánk, nekik van problémájuk, úgyhogy ez egy tökéletes találkozás. Győri szintén kerekesszékes szervezési dolog. Én ott a bal oldalt vagyok, ott a
többiek kerekesszékesek, itt a Győri Egyetemnek a, ott kaptunk termet, és akkor itt felmértük Győrnek a belvárosát. Ez egy érdekes dolog, ez az én, nekem ilyen adatbázisos múltam van, tehát ilyen adatok. És hát akkor nézzük meg, hogy ilyen teljességstatisztika, választási adatokat, választási címjegyzéket egyszer így felrakták Excelbe, aztán utána 3 hét múlva leszették, de azt így az alapján komparálgatom a OpenStreetMap adatokat, ami azt jelenti, hogy ez a tegnapi állapot, ahol fehér, ott nincs aktivista, nincsenek fölvéve az utca nevek. Ahol nagyon zöld, ott föl vannak. Tehát ott a városok, tehát Budapest, nagyobb megyeszékelyek ott föl vannak véve, kisebb településeken nincsenek fölvéve az utca nevek. Úgyhogy ha ebbe tudnátok segíteni, valaki olyan helyről származik, van kapcsolata, akkor... És az azt jelenti, hogy körülbelül 70 ezer utcanév az úgy pontos, a hasonló az olyan 11 ezer, az a hasonló az azt jelenti, hogy valahol Kossuth Lajos utca, valahol meg Kossuth utca, meg Petőfi, meg Út utca, egyik, meg néha van olyan, hogy a nyilvántartásokban is háromféle van, olyat is meséltek, hogy a utca végén így van kitáblázva, a másik végén meg amúgy, tehát... Tehát, hogy vannak így anomáliák, de ami azt jelenti, hogy ebből, ami látszik, hogy aktivisták kellenek nekünk, és hogy igazából akkor lesz jó ez a térkép, teljesen jó, hogyha mindenütt lesz aktivistánk. Van ilyen Teginfo nevű alkalmazásunk, ami a lényegben adatbázisban a kívánjuk párokat mutatja meg, hogy mennyi van fölvéve. És a legfontosabb dolog, templom vagy kocsma van Magyarországon több, fölvéve az OpenStreetMap-be. De azért fontos dolog, mert hogy ki milyen párti abba tud segíteni nekünk, hogy gyarapodjanak az adatok. Tehát aki kocsma párti, az segítsen pontosítani a kocsma adatbázist, aki templom párti, az pedig a templomos templom adatokat segítse fölvinni. Itten látszik itt az eloszlás. Itt, ami fontos, ez az Amenity Egyenlő Pub, ez a kocsma leíró, és a Place of Worship pedig a templomoknak a jelölésére szolgáló dolog. Utcaneveknél például, hogy most ami OpenStreetMap-ben van fönt, milyen gyakoriságú statisztika van, Kossuth Lajos az első, de ez mondjuk nem teljes, mert nincs, említettem, hogy körülbelül az egyharmada hiányzik. Jó? Hát ez a forradalmi utcanév dívik Magyarországon, Kossuth, Dózsa, Petőfi, igen, tehát Rákóczi. De a Rákócziból van több, tehát Rákóczi út, meg Rákóczi Ferenc, Rákóczi utca, tehát ezeket így tisztogatni kell, hogyha ilyen szempontból. Egyszerű lekérdezés, van egy nagyon jó eszközünk, ez az overpassturbo.eu, ez arra való, hogyha valaki be akarja építeni az OpenStreetMap adatokat, hogy tudja lekérdezni. És ha Amenity Egyenlő Pub in Budapest, akkor rögtön térképre pakolja a dolgokat, meg tudjuk nézni, és ha hiányzik a kedvenc kocsmánk, akkor keressetek meg bennünket, segítünk, hogy fel tudjátok vinni. Jó, és akkor ezeket az adatokat ki lehet exportálni XML-be, jobb oldalt, hogy látszik, hogy a zöld kancsó, és ott be van állítva a kerekesszékkel, nem járható, ott valahol a website is megvan adva, rengeteg adatot meg lehet adni, nyitvatartástól kezdve, tehát ebbe mindenki tud segíteni. És akkor, ha valaki kerekesszékes, akkor mondjuk a bankokba akarja megnézni, hogy mik azok a bankfiókok, ami kerekesszék akadálymentesített, akkor azokat is le tudják. Tehát ez egy nagyon egyszerű nyelv, ez úgy néz ki technikailag ez a wizard, hogy beírjuk ezeket a szintaktikát, legenerál valamilyen script nyelvet ott mögötte bal oldalt, amihez annyira nem kell érteni, és ott rögtön ki is rakja a térképre, és exporttal ki tudjuk exportálni CSV-be, GeoJSON-be, mindenféle formátumba is tudjuk használni. Ami fontos viszont, hogy a licenc felté, hogy fel kell tüntetni, hogy ezek az OpenStreetMap-ből származnak ezek az adatok. Adatforrások. És itt átadom a szót. Sziasztok, én Kolesár András vagyok, és én a turista utakú felől jövök, azért is érdekes ezt megemlítenem, mert az is egy adatforrás. Mert hogy honnan a fenéből van az OpenStreetMap-nek adata? A
A háttér ennek a prezentációs diának pont alkalmas arra, hogy bemutassam, hogy mi volt az OpenStreetMap-ben 11 évvel ezelőtt. Semmi. Tehát nincs importált, olyan értelemben importált adat, hogy azt mondtuk volna, hogy na akkor most beveszünk valahonnan valamilyen adatot, mert az úgy jó lesz nekünk alaptérképnek. Nem. Magyarországra például 5 évvel ezelőtt az OpenStreetMap úgy jutott el, hogy valaki húzott egy vonalat Bécstől, illetve Hegyeshalomtól bepötyögte az M1-es autópályát. Meg mondjuk vették, volt mondjuk import, ez tény, de az mondjuk ilyen buta import, például a CLC nevű adatbázisnak az ilyen felületborítás poligonjait, a Balatont például, amit ott a standunkon láttatok, azt a nagy felületet, azt nem mi rajzoltuk körbe egyenként, bár megtehettük volna műholdképről, az jött egy ilyen nagy európai adatforrásból. De az hogy az a Balaton, meg a másik a Tiszató, a nevek, a tulajdonságok, azok már mind ilyen szerkesztői közreműködéssel kerültek bele, vagyis ráírtuk. Tehát azért egy csomó munka van vele, és az utak, főleg a nehezebben járható, vagy GPS-szel kevésbé könnyen feltérképezhető utak, azok meg kifejezetten gyalogos, vagy ilyen személyes bejárásból. Maga az országos közúthálózat is GPS-ből, csak azt egyszerű megcsinálni, mert azon úgyis gyakran közlekedünk. Tehát körülbelül ez a filozófia, és ez fontos tudnatok, hogy ez a semmiből épült. Az egész világon többnyire a semmiből épült, kivéve mondjuk Amerikában, Hollandiában, vagy egy-két gazdagabb helyen. Vagy éppen Szlovákiában az épületkatasztert importálták vele, mert ott ugye a szabad adat, nálunk ugyanez egy 8 számjegyű összeg lenne, amit az OpenStreetMap még ha ki is fizetne, mert ugye nincs miből, mert nincs pénzünk, mert nem vagyunk egy se szervezet, se cég, semmi ilyesmi, de akkor se tehetnénk közkincsé, mert azt az állam még sok más embernek el szeretné adni. Tehát ez itt sajnos egy ilyen nehéz eset, szeretnénk adatot, de honnan kapunk. Hát leginkább akkor most felolvasom a diából a három fontos pontot. Önkéntes munka, ami egyébként mind a kettőre vonatkozik, mert átrajzolni is önkéntes munkával tesszük, de az önkéntes helyi terepfelmérés a legfontosabb. Az kerül be pontosan az OpenStreetMap-be, amit valaki a szemével látott, és azt mondta rá, hogy ez az. Házszámot mondott rá, úttípust mondott rá, szóval olyan dolgot mondott, amit csak ő lát, még a műholdképből se látszik. Viszont amit ő nem lát, és műholdképről érdemes átrajzolni, mondjuk egy épületnek a körvonalát, mert az GPS-szel körbejárva azért nem fog úgy kinézni, mint ahogy az egy műholdképen kinéz. És az adományozás, ez egy elég ritka dolog, nagyon kevés adatot sikerült. Én nagyon harcolok azért, hogy legyenek ilyenek. Jó példákat tudok mondani, lehet, hogy lesz is majd dián, de ha nem, akkor a végén még elmondom azt is, hogy miket sikerült. Nem, azt hiszem nem lesz dia, mondom akkor a Győr-Sopronében furti vasút adott adatot, és a Mavir vasutat, illetve távvezetéket. De ez nyilván nem az egész vasúthálózat, és nyilván nem az egész távvezetékhálózat, de legalább első fecskékként megjelentek. Ami műholdképet lehet használni, az kettő szerencsére most már, az egyik a Bing műhold a Microsofttól, mert az OpenStreetMap alapítója elment a Microsofthoz dolgozni és kidumálta, meg a Mapbox-nak a Digital Globe forrású műholdképe, ami hasonló adatokból készül, egyik rosszabb, mint a másik általában Magyarországon, de azért épületeket kb. Át lehet rajzolni, főleg a nagyobbakat. Aztán, hát mondjuk a fontosabbakat ebből a listából, akkor tényleg ott volt a Diana Egyesev és a Mavir. Ami érdekes, talán az alját mutatnám meg, a turistautakúról meg fog szólni egy külön előadás 14.40-től a másik, hiszem harmadik teremben, majd gyertek át oda. Arról bővebben ott fogok beszélni. Az a lényeg, hogy szerencsére az megnyílt, és most már az az adat, ami eddig csak a turistautakúból volt elérhető, és az is csak zárt licenszel, az most már egyrészt elérhető nyílt licenszel, nektek is közvetlenül, vagy pedig miután áttesszük az OpenStreetMap-be, az OpenStreetMap-en keresztül is meg fognak jelenni azok a jelzett turista utak. Most is van, de az összes, hogyha sikerül átvennünk az adatokat. És ami nagyon fontos adatforrás, az ortofotók, amikben szintén, ahogy Imre itt már toborzott benneteket, vagy kért, hogy ha tudtok adatokkal szolgálni, akkor tegyétek meg. Nyilván nem, itt a jelenlevő között nincs ortofotó tulajdonos, meg reptető, tehát ilyen ortofotó repüléssel foglalkozó ember, de ha van, akkor azonnal jelentkezzen. Viszont önkormányzatnál ismerős, vagy
valamilyen szempontból, vagy ismerősnek az ismerőse, térinformatikus az önkormányzatnak, és hát ha van az önkormányzatnak ortofotója. Ugyanis Török Bálintról, Budapest 12. kerületéből így sikerült szerezni, hogy azt kértük, hogy adják, ami amúgy is egyébként sok helyen nyilvános, például az első két példa az konkrétan nyilvános egy weboldalon, csak annyit kérünk egy papírt, hogy használhassuk arra, hogy átrajzoljuk az épületeket. Ami ott a képen látható Török Bálint, azt hiszem lesz egy nagyított kép is róla, az pont arról szólt, hogy megkaptuk és átrajzoltuk az összes épületet, de úgy, hogy mondjuk, nem az, akkor nincs arról külön díja, vagy később lesz, úgy volt, hogy 7000 épületet találtunk Török Bálinton, 7000, és ebből, hogy volt, azt hiszem, hogy az első napon, mit tudom én, 500-at megrajzoltunk, utána a második napon 1000-et, de nagyon durván beindult, és 2 hét alatt meglett az összes. Majd utána néhány hét alatt pedig a házszámok is felkerültek rá, egy helyi lelkes ember szerintem végigjárta. Néhány nap alatt végig lehet járni egy település, még egy ilyen nagyobbat is, mint Török Bálint. Aztán nagyon köszönjük a fotótérképunknak, volt egy Dunai árvízi ortofotója is, meg az Interspect cég is adott 4 kerületet mindjárt Budapesten. Tehát, hogyha most valaki erre az invitálásra vagy lelkesítésre hazamegy, és azt mondja, hogy nagyon szeretné megrajzolni mondjuk Zuglóban, vagy tudom én, Újpalotán a saját környékét, vagy amit ismer, vagy egyszerűen csak házakat, akkor ott még nagy lehetőségek várnak rá. Téglalapokat szerkeztünk, nagyon egyszerű, csak körbe rajzoljuk. Nem használhatjuk a Google Maps viszont, mert ők nem mondtak olyat, hogy használhatnánk. Mivel tudunk szerkeszteni? 2 szerkesztő felület van, itt az előbb túlszaladtam egy diával, most megint az egérrel még hadilában állok. Tehát ezt a 2 egyszerre mutatom, azért néz ki másképp, mert más nagyítással van és más alaptérkép van mögötte, de alapvetően ugyanarról szól, hogy egy vektoros szerkesztő felületet kapok, bármelyik objektumra rá tudok kattintani, és meg tudom nézni a tulajdonságait, át tudom írni a tulajdonságait, vagy újat létrehozok, odébb rakom, tehát bármit, mint egy szokásos szerkesztőprogramban, és aztán amit megváltoztattam, az feltöltök a webre. A webes szerkesztőprogram egy kicsit egyszerűbb, hamar bele lehet kezdeni, tehát tényleg a szerkesztés gombot kell megnyomni, login, és már mehet is. De nem tud bizonyos dolgokat, amiket ez a jávás és egyébként nem telepítendő, csak egyszer letöltendő és pöcre induló programban meg lehet tenni, ott például rétegeket lehet kibekapcsolni, nagyon klassz tulajdonságai vannak. Elképesztő, hogy ez mindez szabadon. Tehát mondjuk a Quantum GIS-t, aki vagy QGIS-t, aki ismeri, az körülbelül ez a tehát ennek a bizonyos JOSM vagy Java OpenStreetMap szerkesztő programnak a funkcionalitása körülbelül ugyanaz, csak ez kifejezetten OpenStreetMap szerkesztésre van kitalálva, és benne vannak azok a le- és feltöltő program, vagy ilyen felületek, amivel lehet dolgozni. Megint 2 ugrottam. Ez egy olyan papírt mutat, amit terepi felmérésre szoktunk használni. Itt éppen például az izgalmas, hogy még nem is OpenStreetMap adat van kinyomtatva, hanem műholdkép, és a műholdképen azonosítja a házszámot. Ez még csak GPS se kell, mert a házak egymáshoz való, tehát milyen hosszú, milyen teteje van, mekkora köz van köztük, van egy üres telek, ez alapján tök egyértelműen be lehet lőni, hogy hol járok. Nyilván egy GPS segít azért az egyértelmű hely meghatározásban, de ennyit kell csinálni, hogy 5 perc alatt végigmegyek az utcán, utána leülök és bekattintgatom, hogy melyik ház melyik számú volt. Vagy hogyha vannak benne mondjuk egy kocsma sarkon, vagy egy bolt, vagy ami érdekes, vagy az utcanév máshogy van írva, akkor azt is föl tudom így venni. A terepi adatgyűjtésnek ez szerintem a legegyszerűbb módja. Lehet csilivilizni tablettel, de az vagy nem látszik a napon, vagy lemerül, vagy összetörik, és azért az egy kicsit nagyobb, tehát úgy nem érdemes nekem, és nekem úgy tűnt, hogy annyira nem érdemes ezt erőltetni. Ez az, amiről már egy picit beszéltem, csak itt most újabb, kicsit kirészletezve jelenik meg, hogy miket importáltunk. A CLC-t rövidítettem, az Corin Land Cover volt itt az utolsó előtti sorban, de például közigazgatási határokat országos területrendezési tervből, irányító számot, 1-2 adatot át tudtunk venni, de hát ez még tényleg csak a jéghegy csúcsa, mert mondjuk utcaneveket például senki nem adott nekünk, hogy tessék, itt vannak, ezért is hiányos.
Így néz ki kinagyítva a török-bálinti ortofotó, még annyira nem kinagyítva, csak azt érzékeltetném benne, hogy nem csak a házak vannak benne, tehát nem arról van szó, hogy itt most akkor van a, mit tudom én, milyen Bartók Béla utcán mondjuk 1-től 11-ig házszám, hanem az egyes épületek részletes körvonallal, és még a melléképületek is, tehát konkrétan a Budiig bezárólag minden rajta van, és nyilván házszáma nincs minden épületnek, mert a melléképületeknek nincsen, viszont aminek van házszáma, azok a lakóházak többnyire. Most beleugrunk egyet a közepébe, ez egy 5 centi pixelméretű ortofotó, tehát az autók fölismerhető a típusuk, ami mondjuk annyira nem érdekes, viszont tehát tök érzékelteti azt, hogy mennyire részletes képet tudunk kapni, hogyha van adat. A tetőknek a körvonalát nagyon jól tudjuk követni ezen. A Bing műholdképe az körülbelül ennek a tízszeres pixelmére, vagy fordítva a tized felbontású, arról sokkal rosszabbul lehet dolgozni, ezért fontos, hogy legyenek helyi, jó minőségű adatok. Ez a 12. kerületi ortofotó hasonló minőségben, szerencsére ez is lomtalan, ami fontos dolog, mert a lombos ortofotóról, vagy műholdképről nehéz látni, hogy mi van a levelek alatt. Ez a bizonyos árvízi ortofotó, látszik, hogy ott éppen nem autók parkolnak, hanem kenúval közelítették meg, de ettől függetlenül az épületek körberajzolására ugyanúgy alkalmas. Ez pedig a 4 budapesti kerületnek az ortofotója. Hát látszik, hogy így rakjuk össze részekből a dolgot. Hát ez mondjuk a Magyarország területének 1%-a sincsen, de itt azért jók tudunk lenni. Az a cél, hogy 100%-ot elérjünk, és ez mondjuk csak Magyarország, és nyilván más országok aktivistái pedig más területeknek a hasonló jellegű kidolgozásán dolgoznak. Interspekt ortofotó, ja igen, hogy az előzőben nagyítok bele, ez is az 5 centi körüli felbontás. Itt ezen látható, mivel ugye ez 3. kerületben vagyunk, be van kapcsolva a V43-as, látszik itt az egyetem mellett. Egy picit odébb kéne majd húznunk a koordinátát. Látszik, hogy ennyit bármikor tévedhet az OpenStreetMap egy rosszabb adatból. Az rajta van, hogy ott van egy mozdony. Két méterrel majd ez alapján tudjuk pontosítani, vagy például azt a csúnya törést ott abban az útban, az valószínűleg nincsen. Így haladunk lépésről lépésre kézzel. Ezt Imre tette bele a képek közé, de én rajzoltam, mert tehát, hogy tök klassznak tartottam, hogy ennyire. Hát egyenként látszanak a fürdőzők a Széchenyi fürdőben, és ennyire jól részletesen le lehetett róla venni adatot. Milyen feltételek mellett lehet mindezt felhasználni? Így szól angolul, 3 engedélyt ad mondjuk, és 3 feltételt szab. Lehet megosztani, másolni, közzétenni, bármit. Tehát nem csak használni lehet, hanem publikálni is az adatot belőle. Tehát ha OpenStreetMap adatot felhasználunk, az alapján a végeredmény publikálható, közzétehető, akár vektoros, akár letölthető bármilyen formátumban, ad abszurdum pénzért is, tehát egy fizetős szolgáltatásban is, tehát nem csak adat, ugye szabad környezetben. Nyilván, hogyha tudja az illető, aki használni akarja, hogy ez amúgy egy ingyenes adatból van, és megkérdezi, hogy miért fizet, akkor el lehet mondani, hogy a többlet szolgáltatásért, ami mellette van, vagy a gyorsaságért, vagy a nem tudom, valamiért lehet, de az már hozzáadott érték. Tehát föl lehet használni hozzáadott értékhez alapadatként. Létre lehet hozni ez alapján más adatbázisokat, mármint ilyen, hát ez a bizonyos második pont, ez a produced works, tehát valamilyen származtatott adatbázist, viszont ehhez már is kapcsolódik az a bizonyos az alsó háromból a középső pont, hogy ezt ugyanilyen formában kell megtenni a közzétételét, tehát hogyha valaki azt mondja, a OpenStreetMap adatból mondjuk azt leveszi mondjuk a magasleseket Magyarországon, és csinál belőle egy magasles.hu-t, ahol aztán le lehet tölteni az összes adatot, és azokat a magasleseket, amiket ő maga tett hozzá az OpenStreetMap adat mellé, azokat is tehát egyben le lehet tölteni, akkor az az egész adat, attól függetlenül, hogy hogyan lehet letölteni, milyen formában, vagy pénzért, vagy nem pénzért, vagy zártan, vagy nem zártan, muszáj Open Database License alapján, tehát ODBL alapján közzétenni, vagy ODBL formában, ami azt jelenti, hogy az OpenStreetMap-be a
az OpenStreetMap adatra épült kiegészítések visszatehetők. Tehát ez egy ilyen ragadós licenc, azért annak érdekében, hogy az OpenStreetMap minél tágabb lehessen, minél jobban kiszélesedhessen. Tehát ez nem egy, igazából nem egy rossz korlátozó tényező, csak elsőre tűnik annak, hanem ez pont arról szól, hogy az az adat, ami az OpenStreetMap-pel kapcsolatba kerül, az bővíthesse az eredeti adatbázis tartalmát. Módosítani lehet, mindenfélét lehet csinálni vele, csak meg kell jelölni a forrást, ugyanolyan licenc alatt közzé tenni, ha változik, és nyitva tartani. Ez a harmadik, az a nyitott lakat azt mondja, hogy nem lehet bezárni, nem lehet belőle egy zárt tartalmat csinálni, hiszen aki hozzájárult, az azért járult hozzá, hogy ez a dolog nyílt lehessen. Néhány hivatkozás, amit úgyse bírtok mind megegyezni, mert nem lesz olyan sokáig fönt a képernyőn, de letölthetitek az előadást után, és akkor kattintgassátok végig. Tök jó anyagok vannak ahhoz, hogy végig tudjátok, tehát el tudjátok indulni, meg tudjátok nézni, hogy hogyan is lehet használni ezt az adatbázist, mire, hogyan, stb. Meg olvassátok el magyar nyelven is a Wikit, meg magyar kezdő oldalunk is van, ahol kifejezetten magyar dolgokat is ráteszünk, például jelzett turista utakat, és ismét mondom, hogy 14:40-kor lesz egy kifejezetten turista utakus előadás, ami szintén OpenStreetMap-re alapul. És még hogy a kíváncsiságotokat kicsit kielégítsem, itt behoztam ezt a drónt, meg azt a dobozt, ez a két dolog is OpenStreetMap adatgyűjtéshez került ide. A drónnal szeretnénk fényképeket készíteni olyan helyről, ahol még nincsen ortofotónk. Már repült, de leginkább leesett eddig. De hogyha sikerül beüzemelnem a saját vezérlője helyett egy újat, egy nyílt forrásút az árt ellenében, akkor azzal már stabilan fog menni. A dobozkában pedig 3 darab Nokia netmonitoros telefon van egy Raspberry Pi-re kötve, amivel mobil hálózatokat naplózok. Idefelé jövet a 86-os buszon is ezt tettem, és így ebből a mobil hálózatokat fogjuk teljes lefedettséggel mind a kb. 5000 bázis állomásukat a 3 szolgáltatónak feltenni a térképre, cella azonosítókkal felcímkézve nyílt adatként az OpenStreetMap részeként megjeleníteni. Ilyen őrültségekre is hajlandóak vagyunk annak érdekében, hogy mindenkinek a világon, aki ezt szeretné használni, minél jobb adata legyen. És bátorítunk minden olyan lelkes embert, akinek van indítatása arra, hogy kijavítsa, hozzátegyen, hogy csatlakozzon hozzánk, mert mi is egy ilyen magánemberek közössége vagyunk, nem cég, nem egyesület, nem profit, nem ilyesmi, hanem egyszerűen csak összetesszük, amink van, és hogyha összetesszük, akkor ilyen klassz eredményt tudunk elérni. Amit itt láttatok, ez mind így jött létre, és amiket itt megcéloztam tervként, ezek is így fognak létrejönni. Köszönöm a figyelmet. Van-e kérdésetek? Akkor így lentről haladva. Igen, van-e a kérdés, hogy a dobozban is mondta ezt, hogy miben jó, mint a mozgásztán lehet. Tud mondani, tehát egy androidos telefon nem mondja meg a csatornaszámot, GSM csatornaszámot, ez tudja. A Samsung telefonok nem mondják meg a neighboring, tehát a szomszédos cellákat, szintén tudja, és amit még praktikusan érdemes, vagy ami miatt még praktikus, hogy egy darab gombnyomásra indul, bebootol és indul scripttel a cucc, míg 3 darab androidos telefon, mert hogy 3 mobil szolgáltató van, egyenként elindítgatni sokkal macerásabb, mint egy ilyen gombot megnyomni, hogy elinduljon. Tehát ezért berakom a hátizsákba, és köszöni, jól van. Nem kell jóvá hagyni, ez nem úgy működik, mint a Google Map Maker, hogy én bejelentek valamit, és ezt akkor majd valaki eldönti, hogy ez jól gondoltam-e, vagy nem, hanem ez úgy működik, mint a Wikipédia. A Wikipédia is úgy szerkeszthető, hogy azt mondom, hogy bejelentkezem, vagy sőt, be se jelentkezem, ott elég az IP címmel, hogy naplózzák, és átszerkeztem. És hogyha átírok valamit, és nagy hülyeséget csinálok, akkor ha ezt később észreveszi valaki, akkor visszacsinálja, de nincsen olyan jóváhagyási folyamat, hogy akkor nekem ezt most a térkép valaki majd ellenőrzi, hanem azonnal bekerül az adatbázisba, az én nevemmel persze, és hogyha én, tehát az én nevemet járatom le, hogyha butaságot csinálok, ezért nem fogok ilyet csinálni, más se szokott ilyet csinálni, és hogyha mégis, akkor pedig, mivel ugyanúgy verziózott, mint a Wikipédia, és különbségek megnézhetők, ezért gyönyörűen vissza lehet követni, hogy mikor romlott el, és amikor elromlott, akkor ki volt az, és meg lehet nézni, hogy aki elrontotta, az máshol esetleg elrontotta valamit, de nagyon
nagyon kicsi, ilyen 1% alatti az esélye annak, hogy ilyen történjen, nagyon jók a tapasztalataink. Tehát ha én valamit megrajzolok szépen, gyönyörűen kidolgozom az épületet, az ösvényeket, a turistautakat, stb., ez nem fog elromlani. Szóval nem fogják átírni az országos kék turát országos másra, vagy nem fogják letörölni, vagy ha letörlik, visszaállítjuk. Hátul fent. Így van. Tehát, hogyha valaki lát egy bőját, ami nincs fölött értékben, az nagyon örülhetőt a szemlés. Én például tavaly nyáron a fényjelzéseket, a viharjelzéseket szedtem össze. Ott volt egy hivatalosnak tűnő honlap a viharjelző szolgálattól. Rajta volt az összes, azzal nem volt, vagy legalábbis remélem, hogy az legalább darabszámban stimmelt, viszont volt egy csomó hibás koordináta, ilyen 15 méterre, 50 méterre, hát úgy az volt megadva, hogy a strandon van, és akkor néztem a műholdképen, és sehol nem akart oszlop lenni hozzá. Aztán oda mentem, vagy emlékeztem rá, hogy régebben láttam az oszlopot, és hát én sokkal pontosabb koordinátát tudtam mondani, mint amit egy bizonyos forrásból meg tudtam tenni. És ez bármelyik OpenStreetMap objektumra igaz, hogyha valaki valamit lát, és azt mondja, hogy jaj, hát ezt nem úgy írják, azt az utcanevet, azt nem CZY-nal, hanem CZI-vel írják, akkor kijavítja, és jó lesz. Tehát ennyire egyszerű. De Imre mondta, hogy hogyha találtok valamit, akkor jelezzétek nekünk, mert segítünk kijavítani, de ezt igazából nem kell jeleznetek nekünk, mert hogyha magatok is felbátorodtok arra, hogy bejelentkezzetek és szerkesszétek, akkor tudtok egyből hibát javítani, vagy kiegészítést hozzátenni. Tehát tényleg abszolút nagyon egyszerű, amennyire egyszerű a Wikipedia cikkben átírni egy szót, annyira egyszerű átírni egy utcanevet az OpenStreetMap-en. Magukat a táblákat nem vesszük még fel, bár szerintem előbb-utóbb eljutunk oda, hogyha elég nagy kapacitásunk lesz hozzá. Vannak bizonyos kereszt táblák, amiknek a jelentése szerepel az adatbázisban. Egyirányú, kanyarodási tiltás a navigációhoz, sebességkorlátozás, szintén elsősorban navigációhoz, kilométerkövek, ami nem annyira kereszt tábla, de a szelvényezés fontos. Ezek persze mind nem teljesek, tehát nem olyanok, hogy most akkor mind benne van, viszont mindenhogy gyűjtjük. Tehát én, hogyha ma végigmegyek bármilyen autót, akár én vezetem, és megyünk, és olyan úton vagyok, ahol még nem gyűjtöttem össze, akkor ott fogom, és az összes kilométerkövet GPS-szel rögzítem, és fölírom, hogy melyik hányas kilométer volt, aztán dolgozom rá az adatbázisba. Aztán a szintén mondjuk nem kereszt tábla, de hasonló formátumú a település kezdete vége tábla, ami egyben sebességkorlátozó is, meg hát jelzi azt, hogy ez tényleg ennek a településnek itt. Hogyha a hivatkozási alapnak például arra jó, hogyha azt mondjuk, hogy azon az utcán menj be, ami a település határ tábla utáni első, akkor erre rá lehet nézni, ha még nem is jelenik meg általában a térképeken, mert olyan hülyén néz neki a tábla jele, de rá lehet keresni úgy azokkal a kis kék körökkel kijön egy lekérdezés eredményeképpen, és akkor lehet tudni, hogy az ott van. Tehát az OpenStreetMap adatbázisban csomó olyan adat van, ami egyébként a térképeken elsőre nem jelenik meg, viszont felhasználható szűrésre, olyan tematikus kimenetek készítésére, amiben meg tud jelenni. Például így vannak benne a jelzett turistautak is. Tehát az, amit láttatok, ilyen turistaút réteg, az nem egy külön rétegnek a rávetítése egy OpenStreetMap-re, hanem az OpenStreetMap adatainak a vizualizálása. Tehát úgy van benne a turistajelzés, mint mondjuk az utcanév. Csak az egyik megjelenik, a másik nem. Igen? Időkoordinátát lehet-e hozzárendelni az egészhez? Tehát mondjuk helytörténetet a utca, helytörténetre mondjuk. Van. Igen. A hátul ülőknek mondom a kérdést lényegét, hogy lehet-e időpontot is rögzíteni azokhoz a dolgokhoz, amik megjelennek. Például, hogy mikor épült egy ház, vagy mi volt egy utcának, vagy egy településnek a régebbi neve. Erre vonatkozóan éppen
folyamatban van egy egyeztetés, egy ezt a témát kutató és feldolgozó emberrel. Nagyon aktívan dolgozunk ezen. Idő? Mondhatod? Ez a tip. Van egy ilyen open history, tehát az, attól függ, hogy milyen időszak. A régi utcaneveket akarsz, hogy most a Lenin utca volt régebben, arra van egy old theme tag, vagy a városnak a régi neve, az nem gond, hogyha mondjuk 5-10 vagy 50 éves, de hogyha 1500-as évekbeli dolgot akarsz felvenni poligont, mondjuk a régi vármegyéket, akkor van egy open history map nevű hasonló projekt, ami technikailag ugyanez, és oda föl lehet venni, és ott van egy időnévtér, ahol meg lehet adni ezeket a aspet. Van ilyen római útvonalkereső, ahol föl vannak véve a római települések a régi római korból, és akkor most hány nap alatt lehet eljutni Összvérrel, mondjuk Aquincumból egészen... Szofiánőben. Igen. Igen. De ha érdekel, akkor keresd meg engem, és akkor beszélek többet. Vannak egyébként olyan történelmi adatok, hogy a közelmúltból geometriaként is, nem csak attribútum adatként az OpenStreetMap-ben, ami érdekes lehet, például a régi vasutak nyomvonalai. Az ráadásul annyira nem is történelmi, mert hiszen bármikor lehet régi vasúta, amikor megszüntetik a rajta a személyforgalmat, és esetleg föl is szedik a pályát. Csomó helyen már nem látszik, de ilyen vasút vagy vasútások tudják azt, hogy ez volt, és akkor bejelölik, hogy amúgy is a töltés még látszik, meg lehet, hogy bicikliút van rajta, és akkor az ott meg van jelölve úgy, hogy ez egy régi vasút, és akkor egy vasútas térképen, aki mondjuk régi vasútat is szeretne megjeleníteni, akkor ezeket is meg tudja jeleníteni, nyilván más címkével. Vagy például készült olyan ábrázolás, hogy így egy animáció, hogy Budapest városainak, vagy épületeinek a építési sorrendjében jelentek meg, csúszka szaladt végig, és lehetett látni, hogy melyik mikor épült. Azt hiszem, hogy ezt az adatot még nem pörgették bele az OpenStreetMap-be, tehát ez egy olyan kiegészítő adat volt, ami alapján ezt létrehozták. Majd meg fogom keresni a forrást, hogy hol volt, de minden esetre, ha csak minden egyes épület kap egy olyan címkét, hogy mikor épült, azzal ez már is megvalósítható, hiszen csak annyit le kell szűrnöm, vagy sorba kell őket rendeznem, és a megfelelő ponton bekapcsolni az animációban. A másik kérdésem, hogy fényképes adatbevitel lehetséges, tehát hogy arról tudnak-e levenni adatot, tehát konvertálni. Mármint akkor visszakérdezek, mit jelent fényképes adatbevitel alatt? Egyért? Igen. Ja, hogy lehet-e használni a Street View-t? Lehet, hogy van egy fénykép, és akkor kitalálni a utcát. Ja, értem, hogy fénykép alapján térképezni tudunk-e? Saját fényképeket mindig készítünk annak érdekében, hogy amikor a számítógép elé kerülve felelevenítjük, hogy na most akkor ott mi is volt, akkor arról egy csomó adat kiderül, ami lehet, hogy nem is jegyeztünk meg. Én papírra szoktam még jegyzetelni, de az sem tartalmaz mindig mindent, és ezért én a saját fényképeimet így ilyen célra, vagy ilyen módon használom is a napi módon. Hát méretet átvenni azért merész dolog róla, én inkább csak olyan szoktam nézni, hogy mondjuk hol volt én szoktam olyanokat is ábrázolni, például egy tűzsap, transformátor, villanyoszlop, mert ezek a nagyobb feszültségű, ilyen 20 kV fölötti dolgok, és az akkor most hol volt az utca, egyik oldalán, másik oldalán, a járda és az úttest között, vagy az legszélén, vagy szóval ilyen apróságokat ugye a helyzet tette egy kicsit pontosítandó, mert azért nekem nincs geodéziai GPS-em, hogy oda menjek és centiméter pontossággal megmérjek valamit, kb. Megnyomom, és azért azt nem mindig fogadhatom el, ami a GPS-ből kijött, hanem azt azért úgy idomítom ahhoz, hogy emlékszem, hogy az az úttól merre volt, és körülbelül milyen messzire, akkor azt szerint egy kicsit kézzel toligálom, vagy éppen a fényképem alapján. Ilyennek tekinthető tulajdonképpen az is, amit drónnal szeretnénk készíteni, hiszen hogyha fölküldjük a drónt, egy kis fényképezőgép lesz rajta, nagyot úgyse bír el, de abból össze tudunk tenni egy fotomozaikot, és ezt az egészet georeferálni tudjuk. Erre vonatkozóan, hogyha jól csináljuk, és megvan hozzá a gyakorlat, akkor ezt a szokásos mondjuk 5 cm-es terepi pixel méretet, és ha szerencsénk van, akkor egy egyszeres pixel méretű középhibát, tehát 5 cm-nél nem rosszabb elhelyezést tudunk biztosítani, és akkor arról mérni lehet, tehát arról mondjuk egy épületet, egy utcát, egy ösvényt végig lehet rajzolni. Ennek
Mondhatok én is, bocs. Igen. Van egy megbillenített alkalmazás, ami egy ilyen startup, ami open license alatt elérhetővé teszi a fényképeit, le kell tölteni a mobiltelefonra, és ezt az ID editorba automatikusan felhozza a geolokációs, hogy valaki feltöltötte a képeket, és akkor ezzel alapján lehet a nézni a dolgokat, és most ők dolgoznak ilyen video mappingen, meg ilyen más egyéb technikai dolgokon. Mapillary. Mapillary alkalmazás. Addig beszélj, és akkor én megkeresem, jó? Krétát vegyél előtt, a zöld tábla. Tehát ez mondjuk a fotóknak a hatékony megosztásáról szól, mert végül is nem más, mint hogyha én magam fényképezném végig, viszont így másnak a fényképét fel tudom használni. Ugye megint ott tartunk, hogy a Google Street View-t is lehetne technikailag használni, kiváló lehetne, hogyha ez licencben nem lenne tiltott, mert ugye a Google Street View az arra jó, hogy megnézzem, hogy mondjuk én magam, hogy hol lesz az a bolt, ahova szeretnék menni, és hogy néz ki, hogy megtaláljam. Viszont arra nem, hogy az abból én nyílt adatot előállítsak tömegesen. Tehát én, hogyha mondjuk Street View-ból venném fel a dolgokat, és ez kiderülne, akkor a Google joggal kérdezhetné meg, hogy ezt hogy gondoltam, és rám szabadítaná a jogászait. Saját fényképet viszont készíthetek. Vagyunk itt egy standon, és oda lehet kérdezni, igen. Jön, jó? Aki mivel már túlléptük az időt, azt hiszem jelentősen, ezért akkor köszönöm a figyelmeteket. Hát nem csak ezért, mert nem csak tehát engem mondjuk sose izgatott a közúthálózat térképének csak azért megcsinálása, hogy legyen egy másik, viszont olyan típusú adatot állítunk elő, főleg az erdőkben, ösvényeken, legalábbis én így turistautak felől jövet tudom mondani, hogyha egy kicsit Imre odébb húzza, akkor bár a Gellért hegyen is már látszik, de hogyha mondjuk így a belenegy itt a Budai hegységbe, akkor látható, hogy olyan helyeken is megjelennek kicsit északabbra utak, amik semmilyen más térképen nem szerepelnek. Tehát van olyan, van például államai alapadatként egy a 10 000-es topográfiai térkép, azon ezek nem mondjuk a fele van meg, akkor van olyan, hogy tájfutó térképek egy-egy kis területre, de az a tájfutó térkép készítő cégnek a nagyon zárt tulajdona, és nem nagyon ad belőle, főleg szabadon, és nem fedi le az egész országot. Valamint mondjuk, mit tudom, ilyen turista térképeken a 25 000-esig terjedő méretarányig esetleg, de az meg azért gáz, mert annak nagyon nagy geometriai hibái vannak pont a 25 000-es méretarány miatt, valamint ezek leginkább csak papíron érhetők el, és így lekérdezésre, meg ilyen elektronikus digitális felhasználásra alkalmatlanok. Tehát nem tudom megkérdezni azt, hogy hogyan jutok el mondjuk terepjáróval a adott helyre, mondjuk egy katasztrófavédelem, vagy egy mit tudom, mentés céljából, hogy tudok bejutni arra a koordinátára, ahol sejtem, hogy meg kell jelennem, de úgy, hogy ne legyen közben zárt sorompó, ne legyen olyan út, ami nem megy el a terepjáró, vagy olyan gázló, amin nem lehet átmenni, mert nagyon mély a patak. Erre az OpenStreetMap útvonaltervezője, tehát OpenStreetMap adatai ilyen jellegű útvonaltervezésre alkalmasak, mindaddig, vagy mindannantól kezdve, hogy a teljes úthálózat megjelenik benne, és ezek az adatok benne vannak. Mi erre törekszünk, és egy csomó helyen, ahol én járok, ott ezt ilyen igényességgel rögzítem, hogy lehessen tudni azt, hogy ne fusson kerítésbe, vagy hasonló akadályba az, aki át akar jutni A-ból B-be, és nem kell ennek mondjuk se tűzoltónak, se barlangi, vagy hegyi mentőnek lenni, hanem egyszerű turista is szokott beleakadni, akár jelzett turista úton is egyszer csak egyik napról a másikra elvágják. A jelzés a következő fán ott van, de van egy kerítés. Akkor mit tehet? Merre tud kerülni? Ezért fontos az, hogy nem csak a jelzett turista utakat térképezzük, hanem minden járható utat, amin a traktor megy ki, amin a vadász megy a magasleshez, a magaslest, a szórót, a sózót, ami ott még mind körülötte van, azért, hogy minden lehetséges igénynek egyszerre tudjunk megfelelni. Ez a cél. Köszönöm a figyelmeteket. Kint a nagy OpenStreetMap logó mellett elérhetőek vagyunk, és válaszolunk további kérdésekre.